amatőrök, ők sem, csak ugye, mivel még nincs a rutinjuk a színpadon, illetve nem járták meg úgy a hadakutyát, mint a profik, tehát ezért neveztük el amat, tehát nem bántó szándékkal. És akkor kérem a természetesen a díjak átadására ki mást, mint ennek a kategóriának a nagyasszonyát, a megálmodóját, a mentorát és a szülőanyját, Palatinusz Tündét. De... De még mielőtt a diakat átadnánk a versenyzőknek, egy külön díjat szeretnék átadni, ugye valahogy releváns összeillik ezzel a kategóriával. Említettem az elején, hogy nem csak a sportágban tette le névjegyét, hanem szakmailag, morálisan, szervezőként, és nagyon sokat segít a kriptatrófiánál is. Ki más lenne, mint Palatinusz Tünde, a fitness nagyasszonya, kérlek szépen egy külön díjra, remélem nem számítottál rá. Ez a szíjet, tessék, olvasd el, még mielőtt te legalább már megkaptad a díjadat, úgyhogy majd a hölgyek majd meglátják. És akkor nézzük akkor, hogyan alakultak az eredmények a amatőr fitness anyuka kategóriában. 6. helyen végzett a mai napon ebben a kategóriában Kovács Viktória Csilla. És akinek itt van, akinek itt van a gyertőc, esetleg az anyuka, akinek itt van a gyereke, hívja, invitálja fel már a színpadra, nézzük meg, hogy legyen büszke az anyukájára. Tehát, akinek itt van az anyukája, az álljon az anyukája mellé. Úgy bizony. Más valaki, akinek itt van a gyerkőce. Az eredmény, tehát a pontozásos eredmények alapján ebben a kategóriában 5. helyen végzett Őri Bernadett. Ne haragudj, ide jövök hozzá. A mai napon te is indulsz? Nem, most fogok indulni. De nem a fitness anyukába, gondolom. A modern kategóriába. Fitness leánkába, nem? A fitness leánkába, pontosan. Modern kategóriába készül. Hány éves vagy? 21. És büszke vagy az anyukádra? Teljes mértékben. Én is ad lennék a helyetbe, úgyhogy nagyon-nagyon büszke lehet. Hát tapsoljuk meg! Szintén ebben a kategóriában 4. helyen végzett a mai napon Pus Beatrix! Ajándékcsomag, oklevél és érem minden versenyzőnek. A dobogósok következnek hamarosan, ők egy trófeát is hazavihetnek, melyet Lukus Josip professzor úr, nagyon sokan ismeritek, a Herkules trófea főszervezői, ő alkotta. És akkor következnek a dobogósok, 3. helyen végzett a mai napon. És ezzel bronzérmes Sándor D. Tokai Anita, ő
a Paladinus Team versenyzője. Mert hangosabban egy picit a zene. Tehát érem, oklevél, ajándékcsomag, és természetesen az elmaradhatatlan trófea. Kettő kokszlevél maradt még a kezembe, a közönséghez fordulok. Ki hogyan látja? 16-os a legjobb! Hát a 16, tehát a 16-os következik? Akkor nem, ezeket? Nem, ő az első. Tehát ki következik? Második helyen végzett, és ezzel ezüstérmes a mai napon. Hajdú Anita! És ki más lehetne a győztes, mint ahogy itten Kálmán Csilla világbajnok már megjósolta? Még egyszer? Milosté Csarnai Klaudia! A győztesnek járó külön díj. Oklevél, érem, a trófea. A győztes trófeát kérem. És a győztes zenét kérjük szépen a stúdiótól. Magasba a trófeát! Hangosan a zenét! A győztes trófea a magasban ülve. És a We Are The Champion Queen! Kérem szépen, mi vagyunk a bajnokok, mindannyian. Most már odaállhattak a diátadók is. We Are The Champion Queen! Hangosan kérjük a zenét, és föl a magasba kezeket föllendíteni. Köszönjük szépen tehát a amatőr, itt ezt mondjuk a kategóriát láthattuk a színpadon. Tapsoljunk meg még egyszer őket, köszönjük. És már is folytatjuk a versenyt a Profitness anyuka eredmény hirdetésével. Előbb megvárjuk, amíg az előző kategória levonul a színpadról. Természetesen taps kihalt közepette.